Mi volt az a 80-as években, ami határon innen és túl is meghatározó volt a magyar nemzet szempontjából? Mikor döntöttek a politikai pálya mellett? Melyik könyv vagy mely dal volt meghatározó fiatalkorukban? Egyebek mellett ilyen kérdésekre válaszoltak a politikusok. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke elmondta, a 70-es évek végén, a 80-as évek elején szinte hermetikusan el voltak zárva mindattól, ami Magyarország. Könyveket, zenét csempésztek be, ebből táplálkoztak. Egy részét becsempészték a barátok, becsempészték azok, akik jöttek és vállalták azt a kockázatot, hogy hátizsákban vagy autókban behozzák, becsempészték az Erdély történelmét is. A rendezvényen Pink Floyd, a Csíkzenekar, de a Led Zeppelin Stairway to Heaven című száma is felcsendült. Semmilyen Zsolt magyar miniszterelnök helyettes és Kelemen Hunor fiatalkorának meghatározó dalait hallhatták az érdeklődők. A politikusok verseket, novellákat, de regényeket is írnak, mégis a politikai pálya határozza meg a leginkább az életüket. Semjén Zsolt, magyar miniszterelnök helyettes szerint a Nemzet Közjogi Egyesítése miatt érte meg leginkább az, hogy erre a pályára adta a fejét. Az, hogy szerepem lehet, végre még a meghatározó szerep, a Nemzet Egyesítésében. Tehát az, hogy az állampolgársággal közjogilag is egyesíteni tudjuk azt a nemzetet, ami mindig is egy volt nyelvében, kultúrájában, történelmében, az egy megrendítő dolog. És hogy ennek a ciklusnak a végén meg lesz 1 millió új magyar állampolgár, aki visszatérhetett közjogi értelemben is a magyar államiságba. Budapesten a Magyarság házában egész hetes programsorozatot szerveznek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Ennek a része volt a politikusokkal folytatott kerekasztal beszélgetés is.